Fortuna, a mindennapok ritmusa. Paks 2 gyors hír a Fortuna Rádióban most. Figyeljen ránk, hogy tájékozott legyen. 8 óra után 33 perccel köszöntjük a hallgatókat, és ahogy ígértük, köszöntjük a vonal túlsó végén dr. Aszódi Attila államtitkár urat is. Szép jó napot kívánok! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, szervusz Attila, a hallgatók előtt talán nem titok, hogy mi személyesen is ismerjük egymást, és ezért tegeződni fogunk a beszélgetés során, hogyha nem probléma. Nekem nem probléma. És ugye, hát hosszú évekre visszatekint a mi munkakapcsolatunk, és én régen is azt szoktam mondani, hogy ha hallok az atomenergiával kapcsolatban valami kétséget keltő hírt, akkor én mindig megkérdezem az Aszódi Attilát, mert közérthetően elmagyarázza nekem, és rajtam keresztül ugye a hallgatóknak, nézőknek, olvasóknak, hogy mi a helyzet. Hát most, amiért hívtunk, az, hogy az átlátszó.hu-n nagyon kemény állításokat fogalmaztak meg a tervezett két új paksi blokk kapcsán. Egyszerűen kijelentették, hogy a telephely nem felel meg a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség elvárásainak, mert hogy egy tektonikai törésvonal húzódik a telephely alatt, és mindezeket még megfejelték azzal a kijelentéssel, hogy ezt eltitkolta a kormány, eltitkolták a szakemberek. A Paks 2 projekttársaság kiadott egy közleményt, de egyrészt az nem biztos, hogy mindenkihez eljutott. Másrészt itt az alkalom, hogy beszéljünk róla, hogy valójában mi a helyzet? Tehát az Országos Atomenergia Hivatal, ha jól emlékszem, már vagy 2 éve kiadta a telephelyengedélyt, vagy legalábbis lehet, hogy nem 2 éve, de azóta, tehát 2014-től folytak a vizsgálatok, azt jól tudom, ugye? Igen, igen, a vizsgálatok még 2014-ben indultak. Először volt egy háromdimenziós szenzikus vizsgálatsorozat 2014 nyarának a végén, őszének az elején, amikor egy 300 négyzetkilométeres területet vizsgáltunk végig, mind a Duna Paksi, mind pedig a Duna kanocsai oldalán, beleértve még a medret is. Ezek a vizsgálatok jelentősen hozzájárultak a kép tisztázásához, hiszen az atomerőmű telephelyét régóta vizsgálják. Nagyon sok különböző tanulmány készült ebben a tárgykörben az elmúlt 30 évben, de ezek a háromdimenziós vizsgálatok, amiket 14-ben készítettünk, ezek, ahogy mondtam, jelentősen továbbvitték ezeket az ismereteket, és segítettek kijelölni azokat a pontokat, ahol aztán a földrajzi kutatási programnak a fúrásait megvalósítottuk 2015 tavaszától 2016 végéig. Ennek a folyamatnak volt az eredménye az úgynevezett telephelybiztonsági jelentésnek az elkészítése. Ezt adta be 2016 októberének a legvégén a Paks 2 projekttársaság az Országos Atomenergia Hivatalhoz. Ez volt a telephely engedély kérelemnek az alapja. Nagyon fontos megemlítenem, és emlékeztetlek rá, te is jelen voltál, ott 16 novemberében tájékoztatót tartottunk Pakson, tájékoztatót tartottunk Szekszárdon és Kalocsán. Elmondtuk az érdeklődő lakosságnak, hogy ez a telephelyengedélyezés elindult, az ezzel kapcsolatos tanulmányokat feltettük a projekttársaságnak a weblapjára, azóta is ott van 1200 oldalnyi dokumentáció ezekkel a vizsgálatokkal kapcsolatban. Ezen túl pedig különböző helyeken megjelentettünk írásokat azzal kapcsolatban, hogy ez a telephelyvizsgálat ez mire is jutott, és még egyszer felhívtuk a figyelmet arra, hogy minden szükséges információ rendelkezésre áll. Ez alapján tartotta meg az Országos Atomenergia Hivatal a közmeghallgatást Pakson 2016. december 13-án, ahol én magam részletesen egy előadásban ismertettem a telephelyvizsgálat eredményeit, külön kitértem a vető kérdéskörére. Bocsáss meg, hogy a szavadba vágok, egyrészt elnézést, hogy butaságot mondtam, mert ugye a telephely engedély az idén született meg. Másrészt pedig mondd meg, légy olyan kedves, mi ez a vető? Mert szerintem mi most itt a stúdióban 4-en vagyunk, akik ezt a szót ebben a jelentés, vagy ebben a környezetben még nem ismertük. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy hát nagyon leegyszerűsítve, az a föld, amin járunk, az ugye nagyon régen alakult ki, és rengeteg változáson ment keresztül. Különböző földtani események során a változások egy része ahhoz tud vezetni, hogy betűsíkok, gyakorlatilag repedések, olyan felületek keletkeznek a kőzetben, amely mentén
elmozdulás tud létrejönni a közvetben. Rengeteg ilyen vető van, csak hogy egy nagyon egyszerű és közérthető példát mondjak, általában Magyarországon a termálvíz olyan helyeken jön fel, ahol a vető mentén a víz mozogni tud a közvetben, mert a közveten nagyon a nálunk lévő közveteken viszonylag kis migrációra képes a víz. Tehát mondjuk a budapesti termálfüldök olyan vízből táplálkoznak, amelyek ilyen vetők mentén mozognak. Tehát a vető egy törési sík a közvetben, amely mentén potenciálisan elmozdulás jöhet létre, és azért kell tudni, hogy hol van vető, illetve milyen esemény alakulhat ki a vető mentén, mert a földrengések tipikusan ezekhez a vetősíkokhoz kapcsolódnak. Az, hogy itt van ez a vető, megkérdőjelezheti azt, hogy itt két új atomerőművi blokk épüljön? Nem kérdőjelezi meg. Pontosan az volt ezeknek a vizsgálatoknak a fontos feladata, célja, hogy meg tudjuk állapítani, hogy ez a vető, ez mire képes, és milyen elmozdulások lehetségesek, milyen földtani események lehetségesek a vető mentén. Hangsúlyozom kell, hogy Magyarország területén nagyon sok helyen van vető, és nem csak nálunk, hanem gyakorlatilag a föld rengeteg pontján van, majdnem mindenhol van ilyen vetőszerkezet. Gyakorlatilag Közép-Magyarországon keresztül húzódik egy vetőzóna, és ezekben a vizsgálatokban, amiben voltak nem csak mélyfúrások és sekélyfúrások, hanem műholdas vizsgálatok is, és egyéb vizsgálatok, pont azt próbáltuk meg megállapítani, hogy van-e elmozdulás, van-e olyan földtani eseménysor, amely mentén feszültség halmozódhat fel ebben a vetőzónában, mert hogyha felhalmozódhat feszültség, akkor az egyszer csak ki akar oltódni, akkor következhet be földrengés, és ennek a hatásaival kellhet számolni. Most Magyarország mérsékelten földrengés veszélyes, ugye nagyon sokszor hallunk a hírekben olaszországi, törökországi földrengésekről, ezek azok a területek, amelyek a mi hozzánk a legközelebb, jóval földrengés veszélyesebbek, mint Magyarország. Japán, ugye nagyon jól tudjuk, hogy még sokkal inkább földrengés veszélyes, de mondjuk Magyarország Skandináviához képest pedig földrengés veszélyese. Ezért mondom, hogy mérsékelten földrengés veszélyes, nem Magyarország területe nem mondható, hogy egyáltalán nem érinthető földrengésekkel, ugyanakkor sokkal kevésbé érintett, mint ahogy említettem, Törökország, Olaszország, vagy éppen Japán. Na most tehát visszatérve a vizsgálatokra, ezek a vizsgálatok azt mutatták, hogy az a vetőzóna, amely a Paks környékén húzódik, ez a Duna-Szentgyörgy-Halta vetőzónának hívott terület, ez aktív, ez azt jelenti, hogy voltak emmentén a vetőzóna mentén földtani események az elmúlt 100 éven belül, de ugyanakkor azt tudták igazolni ezek a vizsgálatok, hogy ez a vető, elnézést, ezt a kifejezést használom, de a szakemberek ezt mondják, hogy a vető nem kapabilis, ez azt jelenti, hogy a vető nem képes arra, hogy szignifikáns, tehát jelentős és permanens, azaz maradó felszíni elmozdulást eredményezzen. Hiszen számunkra az erőmű megtervezése szempontjából az a lényeges, hogy tudjuk, hogy a felszínen létrejöhet-e egy földtani eseményben olyan elmozdulás, amely következtében az erőmű épületei megmozdulhatnának, megdőlhetnének, mert ez lenne az, ami aztán mérnökileg a létesítmény biztonságát veszélyeztethetné. De a vizsgálatok azt mutatták, hogy ilyen kapabilis vető nincs a területen, tehát nem lehet arra számítani, amíg a 100 000 éves visszatérési idejű, tehát nagyon nagy időspektrum, nagyon széles időspektrum vizsgálatok szerint sem lehet arra számítani, hogy maradó és számottevő felszíni elmozdulás jöhetne létre, ha kipattanna egy földrengés valahol Paks környéken mentén a vető zóna mentén. Most nagyon fontos hangsúlyozni, ez a szakmai része, és akkor nyilván fontos a nyilvánossági része is, és ezért kezdtem el elmondani a legelején, hogy milyen folyamatban jutunk el a közmeghallgatás, és aztán pedig az engedélyhez. Szóval hangsúlyozom kell, hogy
hogy mindaz az ismeret, ami ezzel kapcsolatban összegyűlt, az nyilvánosságra került. Tehát nyilvánosságra hoztuk. Tavaly novemberben úgy döntött a projekttársaság, hogy felteszi a weblapjára ezeknek a vizsgálatoknak az eredményeit. A teljes telephelybiztonsági jelentés néhány tíz oldaltól eltekintve, ami nem a földtörténelmi eseményekhez, hanem az ember által okozott veszélyekhez kapcsolódott, tehát azokat kivéve minden felkerült az internetre, azóta is a Parkskertő projektárságnak weblapján az összes fontos adat, információ, elemzés rendelkezésre áll, és hát igazán, amit itt próbált az átlátszó szenzációként prezentálni, abban ilyen értelemben nincsen új, az bárki az elmúlt több mint fél évben a projekttársaság weblapján elolvashatta volna, illetve hangsúlyozom, hogy erről beszéltünk a közmeghallgatáson, beszéltünk a fórumokon, és elmondtuk, hogy ez a helyzet van. Viszont, igen? Hallgatni? Nem figyelek, mondja Tünde. Jó, viszont az, hogy rendről rendre ilyen anyagok születnek és kerülnek nyilvánosság elő, mint például az átlátszói, az azért elég komoly problémákat vet fel, és károkat okoz, ha szabad így fogalmazni? Nézd, én azt gondolom, hogy nyilván beszélni dolgokról mindig egyszerűbb, mint megcsinálni. Mi azon vagyunk, hogy ezt a projektet megvalósítsuk. Azért dolgozunk a Paks 2 projekt megvalósításán, mert meggyőződésünk, hogy erre az országnak szüksége van. Szükségünk van a stabil, folyamatos és olcsó villamosenergia ellátásra. Persze vannak erők, akik úgy gondolják, hogy ez nem szükséges, vagy éppen ellenérdekeltek. Biztos vagyok benne, hogy az egész projektet végig fogják kísérni az ehhez hasonló támadások. Ugyanakkor még egyszer hangsúlyozom, hogy ezeket a támadásokat is mondjuk kifejezetten a tegnapi átlátszó cikket én igaztalannak és jogtalannak gondolom, mert a telephely vizsgálat eredményei ott vannak, elérhetőek, és ezeket elmondtuk, az hatóság pedig ezen ismeretek birtokában hozta meg a döntését, és adta ki a telephely engedélyt. Nagyon furcsának, kifejezetten aggályosnak gondolom erkölcsi szempontból, hogy szakemberek komoly munkát végeznek, több milliárd forintot elköltünk a vizsgálatokra, a vizsgálatok eredményeit dokumentáljuk, a vizsgálatok eredményeit közzétesszük. A jogszabályoknak megfelelően megtartjuk a szükséges fórumokat, és ezek után valaki jön egy névtelen feljelentőre hivatkozva, és valótlanságokat állít, abszolút felelőtlenül. Anélkül, hogy figyelembe venni, hogy azok a dokumentumok, amelyek nyilvánosak, azok mit is tartalmaznak, és hogy születtek. Szóval én ezt nagyon-nagyon aggályosnak gondolom, amit az átlátszó csinált. Megjegyzem egyébként, én kerestem az újságírót, tegnap nem volt hajlandó velem leülni. Remélem, hogy ha valaki az átlátszóság híve és a nyilvánosság híve, akkor vállalja azt, hogy leír a szakemberekkel, és hajlandó megjutatni ezt a kérdést. Aszodi Attilának, a Paks 2 projekt munkáiban résztvevő államtitkárnak köszönjük szépen a tájékoztatást. Attila, szép napot kívánunk neked. Köszönöm szépen. És egy kérésünk is van természetesen, hogy ilyen és ehhez hasonló esetekben tudjunk majd beszélni máskor is, mert hogy igyekezzünk minden dologban tisztán láttatni az itt élőket, a környék lakosságát. Abszolút nyitott vagyok erre. Köszönjük szépen, minden jót kívánunk neked. Köszönöm. Dr. Aszódi Attila államtitkár úrral hallottak az imént beszélgetést, és gyorsan hozzáteszem, hogy ha nem lenne egy helyi Fortuna rádió, akkor melyik médiumból hallanának hitelesen információkat, akár és a Paks 2 és azonnal septiben. Szóval, úgyhogy augusztus 22-én akarjuk mondani a helyi és erőművel kapcsolatos egy mondatot hadd fűzzek hozzá, tehát hogyha én mondjuk nukleáris szakember lennék,
egy valamit biztos nem akarnék, tehát a biztonságot megkérdőjelező lépéseket tenni. Tehát ki az, aki a nevét adja, aki a gyerekei, az unokái jövőjét kockára teszi azzal, hogy, hogy a biztonságot lesöpri az asztalról. Tehát nekem a logikával szembe menne, hogyha ez igaz lenne, de ezért jó tényleg, hogy van lehetőségünk arra, hogy közvetlenül a legjobb forrásból tudjunk tájékoztatni mindenkit.